A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Köszöntöm a kedves nézőket Bolyoktól Szent Simonig, Hódos Csépánytól Sajó Várkonyig. Nemrég a Dancsok Tamás kezdeményezésére és szervezésével folyó önkéntes Ózdi Szabad Egyetemen tarthattam előadást. Ha Ózd magára talál és újjáépül, feltámad, akár csak egész hazánk. Kicsiben Ózd ma Magyarország, amelyet szinte földig romboltak ellenségeink, irigyeink, rosszakaróink, a földünkre, földünk kincseire, édesvizeinkre szemet vető gonoszok. A hazug rendszerváltás, amely valójában aljas gangsterváltás volt, hiroshimai méretű pusztítást okozott a magyar gazdaságban, a magyar fejekben és lelkekben. Demokrácia, piacgazdaság, szabadság ürügyén átpasszolták az országot és vagyonát, lecsupaszították a magyar vidéket, élhetetlenné tették hazánkat, amely pedig virágozhatna, jólétet, létbiztonságot nyújthatna minden lakosának a maga természetes adottságaival. Azonban mindettől a gengszterváltók közös egyetértéssel megfosztották a magyarságot, és ma gyarmati sorban tengődik a nemzet gyapot szedő rabszolga a saját földjén. És az egykori ózdi kohászati művek elborzasztóan lenyűgöző romjai önmagukban is a gengszterváltás szabadtéri kiállításául szolgálhatnának, ahol gyermekeink, unokáink, dédunokáink, a mai nemzedékek, családok kirándulás keretében ismerkedhetnének meg testközelből a gengszterváltás szőnyegbombázással felérő rombolásával. Bolyoki Bojki Tamás, akinek a bolyokvasvári hagyományőrzők által megtalált, őrzött kardját, pallosát én is kezembe vehettem, és aki a közeli egri várat védte hősi haláláig, szóval Bolyoki Bojki Tamás és bajtársai nem ilyen Magyarországért adták életüket, koruk gengszerváltói, idegeneket nyakunkba hozó hazaárulói ellen. Ha Bolyok, vagyis Ózd a csodák csodájára feltámad, akkor nincs elveszve Magyarország, bármilyen reménytelennek is tűnik a helyzetünk. És akkor visszatér az idegenbe szakadt magyarság, ifjúság is, amely a kilátástalanság, a cselédbérek, a bűnözés, az alvilág, a megfélemlítés elől menekül ezrével. Mint idegen megszállás elől, a végvárakba, nagyobb hazai és sajnos külföldi városokba. Talán már nincs messze Ózd a nagy varázslat. Ahogy egy csebben a tenger, úgy Ózd sorsában ma Magyarország, és Magyarország sorsában a nagyvilág jövője látszik meg. Megmaradni, itt maradni, fennmaradni, kitartó magyar védők, egyszerű emberek küzdenek a hétköznapokban létükért, életükért, élhető szülőföldért, hazáért. Ők a valódi hősök, akik hazánk igazi történelmét írják. Ha mindnyájan ezt tesszük, ezt akarjuk, ránk következne, amit régen vár a nemzet. Végesztendőt hozna ránk gondviselünk. És véget érne ez az össznépi rossz kedv és öntipró tobzódás. A sok alkotóerő, amely most szándékosan elfojtva, legfeljebb nemzeti duzzogásban, önpusztításban emésztődik föl, végre fölszabadultan országépítésre volna fordítható. De csak is szabad, független, semleges Magyarország képes a csodára. Különben mehetünk újabb doberdók, isonzók, donkanyarok mellé, távol a hazától védeni, saját költségünkön, áldozatunkkal, saját gyarmatosítóink érdekeit. Most éppen visszakészülünk Irakba, az iszlám állam ellen. Mondhatom, bátor lépés a Fidesz-MSZP, Kereszténydemokrata, DK együtt nagy koalíció részéről, amely most ismét összeállt. Le a kalappal a ballib-joblib nagy koalíció előtt, amely tavaly titkosított orosz kémügyben Kovács Bélának mert hadat üzenni, idén pedig az Amerikai Egyesült Államoknak, Izraelnek és az Euróatlanti rendnek. Mert ugyebár az iszlám államot az USA, Izrael, az EU és a NATO alapította azzal, hogy Szíria elpusztítására létrehozta a felkelőknek álcázott terrorista szövetséget.
A Nyugat és Izrael, a NATO és az EU, illetve Törökország és Ausztrália szervezte meg, fegyverezte föl és támogatta segélynek nevezett pénzekkel, lőszerrel, kémadatokkal, aztán pedig bombázásokkal is az Al-Qaida és más iszlamista, szélsőséges, terrorista egységek szíriai háborúját. Katar, Szaúd-Arábia és más arábiai, szunnita, muzulmán, arab olajállamok, az USA és Izrael szövetségesei pedig szintén a terroristák mellett álltak ki. A terroristákat persze szabadságharcosoknak dicsőítette a nyugati média, mint egykor oszamáikat is, akik még nyugati zsoltban az oroszok ellen harcoltak. Az iszlám államot világra segítő nyugat most gyalázza persze az iszlamistákat, akik valójában nyugati országokból jönnek-mennek nyugati útlevéllel. A szíriai háború és a szunnita iszlám állam kialakítása Szíria és Észak-Irak területén azért kellett a nyugatnak, hogy a globális háttérhatalom éket verjen a síita tengelybe, Irán, Irak, Szíria és Libanon közé. De legfőképpen azért volt szükség a háborúra és az iszlamistákra, hogy így ne épülhessen meg az Iránból, Irakon át Szíriába, Libanonba, a földközi tengerig és onnan Európába tervezett kőolaj és földgáz vezetékrendszer. Mert akkor hatalmas vetétársa akadna az USA ellenőrizte arab félszigeti olajszállításoknak, amelyek most veszélyes, hosszú, költséges tengeri úton, a bizonytalan Hormuzi szoroson, a veszedelmes Jemen partjai mentén, a Vörös-tengeren és a bármikor lezárható Szuezi csatornán át hajón jutnak el Európába. Így aztán a szíriai háború kiterjesztése, az iszlám állam korlátozott fönntartása nyugati érdek. Ezért nem is háborúznak valójában ellene az amerikaiak, az izraeliek. Ezért küldik maguk helyett meghalni szegény irakiakat, kurdokat. Szíriában már rég partra száll a nyugati hajóhad, ha annak idején az oroszok, akik egyetlen földközi tengeri támaszpontjukat féltik, ami éppen Szíriában van, szóval ha az oroszok nem tartanak bemutatót legújabb műszaki tudományos vívmánykészletükből, rakétáikból a földközi és a Fekete-tengeren. De most aztán majd mi magyarok megmutatjuk az euróatlanti bagázsnak és Izraelnek, hogy mi nélkülök is készek vagyunk az Eufrátesz kanyarba küldeni mind az összes 150 katonánkat, és rugalmas elszakadással ezen évezredben már másodszor egyenesítjük ki a frontot, és a miadónkból küldött zsoldosaink hazatérnek, mire sárgul már a kukoricaszár a Dankó rádióban. A pesti jobb-bal nagykoalíció hősiesen hadat üzen az USA, Izrael és a nyugat által támogatott, a globális pénzhatalom érdekeit szolgáló iszlám államnak. Bátran kitart a végsőkig, és azt sem félemlíti meg, hogy válaszul, esetleg majd a fantom iszlamisták, vagyis akik mögöttük állnak, Magyarországon, Budapesten torolják meg ezt a magyar virtust. Még szerencse, hogy nekünk már nincs nemzeti légitársaságunk, vagyis az sincs, mert így gépeinket sem tudják felrobbantani. Nemrég olvastam a világ 35 legerősebb haderejének nemzetközi felsorolását. A fegyverzetet, a fegyverek és a katonák létszámát, az atom és más csapásmérő eszközöket figyelembe vevő rangsort persze az USA vezeti. Majdnem kétszer annyi katonája, több mint négyszer annyi harci repülője, tízszer annyi anyahajója és több tengeralattjárója van, és hadi kiadása nyolcszor annyi, mint a második helyezett Oroszországé. Igaz viszont, hogy Moszkva jóval több atomtöltettel rendelkezik. Ez a tény, és az atomtölteteket célba juttató orosz rakéták rendkívüli fejlesztése, elhelyezése az USA körül, és a rendkívül hatékony új orosz rakétavédelmi rendszer tartja vissza Washingtont, Ukrajnában és a világ más helyein, hogy nyíltan megütközzék Oroszországgal. Látszólagos óriási fölénye ellenére sem lép. A világ legeladósodottabb állama, az USA egymagában többet költ haderejére, mint a rangsorban őt követő 14 állam együttvéve. A harmadik Kína, a negyedik India, mindkettő Oroszország szövetségese az új világért, a mostani euróatlanti rend ellen folytatott harcban, amelynek élén az orosz-kínai, indiai, brazil, dél-afrikai BRICS ötös fogat áll.
Ötödik a hadilistán Nagy-Britannia, hatodik Franciaország, hetedik Németország. Utána jön Törökország, Dél-Korea, Japán, vagyis az USA szoros szövetségesei már leszakadóban a BRICS ötökhöz képest. Izrael hadereje a 11. a világon. Izrael megelőzi Olaszországot, Egyiptomot, Brazíliát, Pakisztánt, Kanadát. Tajvan a 17., Lengyelország a 18., Indonézia a 19., aztán jön Ausztrália, Ukrajna, Irán csak a 22. Bezzeg Magyarország nincs az első 35 között, ellenben ott van 30-ként a hozzánk hasonló méretű és helyzetű Csehország. A csehek még Hollandiát, Mexikót, Belgiumot és Észak-Koreát is megelőzik, noha békés térség, NATO és EU szövetségesek veszik őket körül. A méreteiben hozzánk szintén hasonló, semleges Svájc és Svédország is fönn van az első 35-ben. Csak mi hiányzunk a listáról. De mi akkor is megyünk az iszlám állam ellen, ha mástól kell hozzá kölcsönt kunyerálni, vagy sikerre ítélt államkötvényeket kibocsátani. Szerencsére nem maradunk védtelenül idehaza. Megvéd minket az USA és Szlovákia, meg Románia, Szerbia, végső esetben Ukrajna. Ukrajna amúgy is mind nyugatabbra szorul. És megvéd minket Izrael is, már csak azért, hogy más nehogy megelőzze őt itt a Kárpát-medencében. A világhálón keringő, kiszivárogtatott hírek szerint 2006-ban állítólag izraeli rohamrendőrök is segítették a Szoszlip kormányt, és verték a magyar tüntetőket. Miért is ne? Elvégre az izraeli különítményesek nálunk otthon érezhetik magukat. Csak azt teszik, amit odahaza is tesznek a palesztinokkal. És még örülhetünk, milyen szelíden bántak velünk izraeli ó és új szövetségeseink. Verték ugyan a hazugság ellen lázadó magyar tüntetőket, de nem lőtték le, nem bombázták őket. Mint a régi viccben, amikor gyerkőcök fociznak a Kreml udvarán, és véletlenül berúgják Lenin ablakát. Lenin elvtárs a kitört ablakhoz rohan, és magából kikelve letolja a megszeppent gyerekeket, akik rettegve eloldalognak. Az őrszem tanulja a jelenetnek, jóságosan vigasztalja őket. Ugyan, gyerekek, ne féljetek, Lenin bácsi jó hozzátok, különben, ha nem szeretne titeket, közétek lövetne. Szóval az izraeli rohamrendőr bácsik is jó bácsik voltak, nem lőttek közénk, megköszönhetjük nekik. Egyébként az izraeli rohamrendőrök mentségére mondom, más országokból is voltak verőlegények Budapest utcáin. Én például szláv nyelven hallottam a tévén keresztül stoj, vagyis állj vezényszót, mire a magyar rohamrendőr ruhás sorfal fegyelmezetten meg is állt, és nem verte tovább a magyar tüntetőket a magyar főváros sugárútján. Ők is rendes rendőrbácsiknak bizonyultak, elvégre, ha nem szeretnek bennünket, közénk lőnek. Hogy aztán melyik otthoni tömegverésben járatos és az akkori szocialista liberális kormányt támogató szláv állam rohamrendőreinek köszönhetjük, amiért csak agyba főbe vertek bennünket, gondolom ez is kiderül egyszer. Ha repülnek majd illetékesek ott is, itt is, és végre valóban lesz számonkérés, elszámoltatás, felelősségre vonás. És ha már repülés... Feltűnően megszaporodtak az utóbbi időben a rejtélyes légi szerencsétlenségek. A két malájgép esete, közülük az egyik máig elő sem került. Vagy nemrég a német utasszállító pusztulása. Túl gyorsan megtalálták a bűnbakot az illetékesek. A már halott, így vallani képtelen másodpilóta személyében. Túl gyorsan rákenték valakire az ügyet, aki már nem nyilatkozhat, mert halott. Mint szeptember 11-én New Yorkban, Washingtonban, vagy a vallásgyalázó viclap esetében, Párizsban. Szeptember 11-én, hogyhogy nem, éppen maradt a nagy rombolásban egy arab útlevél. Megmaradhatott volna amerikai, izraeli vagy angol is, de azok anyaga ugye gyöngébb, mint az arab útlevélé. Párizsban is, hogyhogy nem, ott hagyták a terroristák az arab származásukat igazoló útlevelüket. A lövöldözés és a menekülés közben az volt a legfőbb gondjuk, nehogy maguknál felejtsék úti okmányukat, mert abból nagy baj lesz.
Most a német gép szerencsétlenségénél nem találtak arab útlevelet. Illetékesek gyanúsan azonnal elvetették a fedélzeti bombarobbanás, vagyis a terrorista merénylet lehetőségét. Pedig az iszlamista szélsőségesek állítólag mindenre képesek. De még az orosz szakadárokat sem vádolhatták meg. Rögtön a másodpilóta nyakába varták az ügyet. Hát igen, mert a másodpilóta nem robbanthatta fel a gépet a levegőben. Ezért kellett nekivezetnie azt az Alpoknak. Ugye az szeptember 11-e esetében föl sem merült, hogy depresszióban szenvedő, öngyilkos hajlamú amerikai pilóták vezették neki a gépet az ikertoronynak. Ugyan, dehogy. Az amerikaiak nem depressziósok, nem öngyilkos hajlamúak. Ahogyan az arab passzusok sem égnek el 700 fokon, ellenben az acélszerkezet porrá válik, noha csak 1400 fok fölött kellene elolvadnia. Gyanús repülőgép szerencsétlenségnél azt is nézni kell, ki milyen célszemélyek utazhattak rajta. Avagy kinek állott érdekében megfélemlíteni, lejáratni ilyen borzalmas módon a gépet üzemeltető vállalatot, a gép származási országát, nemzetét, vezetését. Ezúttal a német légitársaságot, Németországot, a németeket, a berlini vezetést. Németország esetében már régóta új Molotov-Ribbentrop paktumot, német-orosz közeledést, szövetkezést emleget az amerikai, az angol száz politika, ukrán és gázügyekben. A németeket, a földrész legerősebb gazdaságát valóban megviselik az orosz ellenes büntetések, és az is igaz, ha a németek és az oroszok összefognak, akkor Európából kiszorítják az angol-amerikai uralmat. A német-orosz összefogást megakadályozandó tört ki két világháború is. Az is rögtön feltűnt, hogy ilyen egyszerű módon kizárható a főpilóta az irányító fülkéből. Rendben van, hogy meg kell akadályozni, illetéktelen személy ne mehessen be. No de éppen a főpilóta számára a mai műszaki csúcsgépezetek ellenére megoldhatatlan, hogy időben visszatérhessen a kormányhoz. Hosszú percek egy repülő végzetét okozhatják. Például kimegy az egyik pilóta a dolgára, bezárul mögötte az ajtó, és a fülkében maradó másik repülőgép vezető rosszul lesz, megbénul, meghal. De a társa nem mehet vissza, csak hosszú idő elteltével. És ha addig cselekedni kellene? Miért nem nyit ki azonnal a szerkezet, a főpilóta saját jelére? Vagy netán valaki máshonnan távvezérelve behatolhatott a rendszerbe, és zárolhatta a pilóta fülke ajtaját? Aztán, ha nem megy ki a német járat főpilótája a mosdóba, akkor a másodpilóta saját szándéka, elhatározása, lelki állapota ellenére nem lesz öngyilkos? Elhalasztja? Mi az esély arra, hogy egy főpilóta a felszállás után nem sokkal elhagyja szolgálati helyét? Honnan tudhatta a másodpilóta, hogy főnökének majd ki kell mennie? Mégpedig véletlenül, éppen az Alpok fölött, távol lakott helyektől, hogy a lezuhanó gép ne okozzon borzalmas pusztítást. Lezuhanó? Miért esett apró darabokra a gép? És főleg, miért nem maradt semmi a holttestekből, ami árulkodhatott volna a gép pusztulásának valódi okairól is? A találatot kapott fölrobbant malájgép Ukrajnában 10 kilométerről zuhant le, mégis ott rengeteg, szinte épp holttest maradt, és egészen nagy géproncsok, darabok, használati tárgyak. Nemrég Hollandiában össze is rakták a maláj repülőt, olyan használható, épp roncsok maradtak meg. A Franciaországban állítólag lezuhanó és hegynek ütközve felrobbanó német utasszállítóból és főleg utasaiból szinte semmi nem maradt. Ilyen minden nyomot eltüntető iszonyatos robbanás történt szeptember 11-én az ikertornyokban is. Ha a német repülőgép valóban a másodpilóta által hegyoldalnak nekivezetve már a földön robban föl, akkor viszont mi a magyarázat arra, hogy a becsapódás helyétől 10 kilométerre találták meg az egyik fekete dobozt? Hogyan repülhetett onnan 10 kilométert? Magas hegyfalak, sziklák között. Vagyis, kedves nézőim, megint nem az történt, amit súlykolnak a világ közvéleménybe.
ez a gép különös módon pusztult el, valami rendkívüli találat következtében, még fenn a levegő égben. Az összeesküvők persze azt mondják erre, ez összeesküvés elmélet. Németország és a világ józanabb része beleborzongott e szörnyűségbe, és főképpen a hazugságba, amely mindinkább tetten érhető itt is. Kennedy elnök ugye hátrabukott, az állítólag hátulról jött lövés hatására, holott földi, fizikai törvények szerint a hátulról jövő rettenetes ütésre előre kellett volna buknia. Szeptember 11-én az ikertornyok acélszerkezete a hivatalos magyarázat alapján megolvadt a becsapódó repülőgép felrobbanó üzemanyagától. Mégpedig le az alapzatig, több száz méteren keresztül. Azonban ez képtelenség, mert a repülőgépek hajtóanyaga csak fele akkora hőmérsékleten ég el, mint amilyen hőmérsékleten megolvadhat az acél. A Pentagonba repülőgép pedig egy kapunyi résen bemegy, aztán felszívódik nyomtalanul. A párizsi szerkesztőség előtt a géppisztollyal fejbe lőtt rendőr nyugodtan támaszkodik, vér nem fröccsen, az agya nem robban szét. Valami rendkívüli történt a német géppel az Alpok fölött. Olyan, amit még arab-palesztin terroristákra, iszlamistákra sem foghattak rá. Igaz, a gépen nem is ültek ilyenek. Több megoldási változat is fölmerült, amelyből azért van bőség, mert az elkövetők, a valódi vétkesek igyekeznek sok-sok hitelesnek tűnő, ám valójában alaptalan hírrel beteríteni a világot, lejáratni az igazságot, hogy összeesküvés elméletekkel tereljék el a közvélemény figyelmét. Régi módszer ez. Ha nem tudod föltartóztatni, állj te az élére. 100 hazugsággal tönkretenni, hitelteleníteni az igazságot. Nem ezt művelték kicsiben nálunk is a gengszterváltás környékén és azután? Például az ügynök listákkal. Addig-addig hamisították, szaporították, toldották, hogy a végén hiteltelenítették azokat, és lejáratták az igazságot, bemocskolták magát az ügyet. 100 valódi besúgó közé becsempészve egy hazudottat, és ezzel az egész ügynöklista ügy lekerült napirendről. A bulvármétej, a médiamákony, a kereskedelmi áfium és a hétköznapok gyötrelmei, az eladósodás, a létbizonytalanság miatt közönyös, magába forduló tömeg pedig elfordult az igazságtól. Győztek a hazugok, a bűnösök, a hazaárulók. Hogy aztán most a már keringő megoldási lehetőségekből melyik igaz az elpusztított német utasszállítógép és a 150 áldozat esetében, az amerikai hadsereg lézerfegyver kísérletének véletlen, avagy szándékos célpontja, áldozata volt a gép, a HAARP rendszerrel, nagy távolságból, távvezérléssel végeztek a repülővel, távvezérléssel behatoltak a másodpilóta agyába, és ugyanúgy befolyásolták, utasították, irányították, mint azt a norvég fiatalembert emlékeznek, aki biorobotként képes volt távvezérelve megölni közel 100 embert. Úgyhogy közben nem fáradt el, nem állt le, nem pihent, ment, mint egy gép, és lőtt, mint egy robot, nehéz gépfegyverrel, töltényhevederekkel. És úgy, hogy közben senki nem állította le, akadályozta meg, tartóztatta föl, holott a rendőröket menet közben értesítette, és a sarkában is voltak. De hát sosem érték utol. Avagy a német repülő esetében is más világi magyarázatot kell keresni? A Földön esetleg régóta jelenlévő és az emberiség dolgaiba beavatkozó, a világ ügyeit szándékosan, kísérleti jelleggel összezavaró, felsőbbrendű, magasabb értelemmel és műszaki vívmányokkal rendelkező lények okoznak bajt? Szerintem a magyarázat nagyon is evilági. Köszönöm megtisztelő figyelmüket Bolyokvasvártól Borsodnádasdig, Borsodtól Gömörig. Várom Önöket pénteken este 9:30-kor. Viszontlátásra!